Mindenkit üdvözlök az Advanced Trip Techniques bevezető részében. Ez egy olyan sorozat lesz, amelyben különböző helyeken fogok drónozni, és be fogom mutatni a helyet, valamint drónozás közben mondok dolgokat. Hasonló lesz a DJI Phantom 3 Advanced maximális hatótávolság próba videómhoz ezeknek a szerkezete, de remélhetőleg sokkal érdekesebb helyszíneket fogok majd tudni bemutatni. Úgyhogy nincs is más hátra igazából, hamarosan indulok is Magyarországra. A drón már nagy részt bepakoltam, meg is mutatom, hogy hogyan pakoltam be. Íme tehát a drón készen áll a hordozó táskájában. Ez egyébként egy hivatalos DJI hátizsák, Phantom 3 Advanced és Professionalhoz. Nagyon meg vagyok ezzel egyébként elégedve, mindenhova ebben szoktam vinni, és nagyon jó védelmet nyújt neki, és mindennek nagyon szép, precízen megvan a helye, mint az akkumulátorodnak is. Hát sajnos most csak egy akkumulátort tudok vinni, de igen, itt még lenne hely két további akkumulátornak, valamint úgy látom még a gépben magában is elférne egy, bár nem biztos, hogy ez jó ötlet lenne. Ide még szoktam ezekbe a kisebb rekeszekbe különféle kis kiegészítőket tenni, például egy USB-s tápegység, valamint itt még egy szivargyújtós adapter, egy USB-s kártyaolvasó, micro USB kábel, ilyen kisebb dolgokat. És ezt fogom kézifogyászként felvinni amúgy a gépre. Természetesen semmilyen probléma ezzel nem lesz, mivel nem Budapesten vagyok, tehát Budapest tudtommal az egyetlen ilyen repülőtér, ahol nem engedik fel kézifogyászban, legalábbis fórumok alapján. Semmi más repülőtérről ilyet nem találtam, hogy nem engednék fel. Most egyébként ott is fogom hagyni Budapesten, pontosabban Magyarországon, mert még többször megyek hamarosan, úgyhogy úgy döntöttem, hogy egyszerűbb, ha most ott marad inkább. És egyébként ez a dolog, hogy nem engedik fel Budapesten kézipodgyászként a drónt, ez egy elképesztően nagy hülyeség szerintem, ahogy azt már egy külön videóban is megfogalmaztam. Remélem, hogy ezt eltörlik idővel, de hát ki tudja. Úgyhogy, hát igen, íme a táska. Hamarosan indulok is a repülőtérre. Sziasztok, itt vagyok a repülőtéren, és már itt vagyok a beszállókapumnál. Természetesen probléma nélkül átengedték a drónt a biztonsági ellenőrzésen, ahogy azt egyébként vártam. És már máskor is így volt, úgyhogy igazából ez nem egy említése méltó dolog, egy normális repülőtéren. Na de mindössze ennyi lenne jelenleg. Hamarosan elindulunk. Itt is vagyok a gépen. Sajnos a drónnal csak elég messze találtam helyet a csomagtárolóban, de végül is ez nem nagy gond, úgyhogy hamarosan el is indulunk, és Budapesten leszállunk nem sokára. Tehát meg is érkeztem ide Budapestre. Most először is Paksra fogok menni, ahol egy tesztrepülést fogok csinálni holnap. Majd ezután egyéb helyeket fogok meglátogatni. Köszönöm a megtekintést, sziasztok!